Üdv, szeretettel köszöntelek, én Kálmán Tamás vagyok, és ebben a videóban arról lesz szó, hogy hogyan tanulj szavakat, hogyha rossz a memóriád. És ezen kívül egy szuper egyszerű és természetesen ingyenes trükköt is szeretnék mutatni neked. Nos, ha érdekel téged az önálló angol tanulás, akkor iratkozz fel erre a csatornára, és hogyha szeretnéd megérteni az angol nyelvtant és letenni a középfokú angol nyelvvizsgát, akkor lent a leírásban nézz rá a tréningjeimre. És akkor vágjunk is bele a mai témába, tehát hogyan tanuljunk szavakat, ha rossz a memóriánk. Nos, elárulom neked, hogy kezdő és haladó nyelvtanulók egyaránt birkóznak a szótanulással. Megtanulnak, vagy rosszabb esetben bemagolnak egy szót, aztán pedig bajban vannak akkor, amikor újra elő kéne csalogatni ugyanezt a szót a memóriából. Nos, pontosan fogunk ezen most segíteni. A megoldást szakszóval az időnközönkénti ismétlést jelenti, amit spaced repetitionnek hívnak az angol tanárok. Mit jelent ez? Akkor fog egy új szó a legjobban rögzülni a memóriádban, hogyha bizonyos időközönként újra és újra foglalkozol velük, újra és újra látod őket egy szövegkörnyezetben. Hadd mondjak egy konkrét példát. Tegyük fel, téged nagyon érdekel az informatika vagy a lakberendezés. Teljesen mindegy, bármilyen példát mondhatnék. Tegyük fel, hogy nagyon gyakran olvasol angol nyelvű cikkeket, gyakran böngészel angol nyelvű weblapokat ezzel a témával kapcsolatban. Nos, ekkor olyan sokszor fogsz találkozni a szakkifejezésekkel, hogy egyszerűen valósággal beleégeted őket a memóriádba. Nos, ezt a beégetést fogjuk ma elérni a többi szóval is. Egy old school módszer, amikor az angoltanár azt mondja neked, hogy lapozgasd a szótárfüzetedet, és mondjuk bizonyos időközönként hetente egyszer vagy kétszer szódolgozatot irat veled. Ekkor lényegében ugyanezt a hatást szeretné elérni több-kevesebb sikerrel, tehát hogy újra átnézd a szöveget, újra foglalkozz az adott szavakkal. De ennél én azt gondolom, hogy van egy sokkal jobb és sokkal egyszerűbb módszer, hogy újra és újra találkozz a számodra ismeretlen szavakkal. Ezt a módszert pedig egy teljesen ingyenes és nagyon egyszerű program jelenti, mégpedig az Anki. Természetesen a linket, ha lejjebb görgetsz a videó leírásában, meg fogod találni. Mi ez az Anki? Az Anki az egyik legelterjedtebb ingyenes tanulóprogram, neve a japán Anki szóból származik, ami memorizálást, megjegyzést vagy tanulást jelent. Az Anki lényege, hogy nem új anyag megértését, elsajátítását szolgálja, hanem a már megismert idegen szavak ismétlését és ellenőrzését és rögzítését erőlteti. Én azért szeretem és azért ajánlom ezt a programot a diákoknak, mert nagyon-nagyon sokféleképpen testre szabható. Lényegében a felhasználók, vagyis te magad döntöd el és töltöd fel a programba a kikérdezésre szánt szavakat. Tehát lehetnek ezek teljesen általános angol szakkifejezések, vagy mondjuk egy szaknyelvi informatikai angolal kapcsolatos szakszavak. És az Anki minden egyes válasz után megkérdezi tőled, hogy mennyire könnyen sikerült az adott szót felidézni a memóriádban, és ez alapján állapítja meg, hogy mikor hozza elő újra az adott szót ahhoz, hogy hosszú távon rögzüljön ez a szó a memóriádban. A program nagyon könnyen használható, egy kis gyakorlás után tulajdonképpen a napi rutin részévé válhat, úgyhogy ha bajlódsz a szótanulással, az új szavak elsajátításával, akkor mindenképpen használd az Anki ingyenes tanulóprogramot. Nos, a videó végén én köszönöm a figyelmet, remélem, hogy hasznosnak találtad, kérlek, hogy oszd meg barátaiddal és ismerőseiddel, hogy ők is tudjanak belőle profitálni. Még egyszer köszönöm a figyelmet, viszlát legközelebb!